Hagyományszerűen idén is megszervezte Schwab báját a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az esemény iránt nem csak a német gyökerekkel rendelkezők mutatnak érdeklődést. Azért fontosak az efféle rendezvények, hogy megmutassuk ezt a színes kulturális csokrot, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretne fenntartani, vagyis hát azért jöttünk létre mi, hogy ezt az örökséget, amit megkaptunk az őseinktől, azt szeretnénk feleleveníteni és tovább adni, és bemutatni a Schwab és a nem Schwab közönségnek. A részvétel ez változó, ugye most elég nehéz időszakon vagyunk túl, először vagyis két évig ugye Covid volt, vagy már ugye lehetett, de akkor sem voltak igazán sokan. Körülbelül olyan 200-an szoktuk összejönni. Nem csak a német gyökerekkel rendelkezők vesznek részt a bálon. Akik jönnek nemzetiségi származások, azok hozzák magukkal a barátaikat, és már évek óta kialakult egy megszokott társaság. A Schwab bárra nagyon sokat készülünk a két társammal, a Pelc Ritával és az Illés Katalinnal. Nagyon szeretnénk itt is megmutatni a hagyományainkat, az öltözékeinket, a dalainkat, a táncainkat. Ez nagyon fontos számunkra, mert két rendezvény van egy évben, a másik egy olyan fesztivál, ami kint van az utcán, ez pedig egy zárt térben lévő rendezvény. A Schwab bál a hagyományos táncok, énekek felelevenítésével kezdődik minden évben. Idén a Vücseldem Általános Iskola német nemzetiségi tánccsoportjának produkciója nyitotta a rendezvényt. Alkalomra a gyerekek magyarországi német táncokat adtak elő. Elsősorban igyekszünk a környékbeli táncokat megtanítani, de ezeket a táncokat országszerte ismerik a gyerekek. A mai repertoárunkban a krajcpolka szerepelt, igyekeztünk egy viszonylag lányos körpolkát előadni. Aztán a gyerektáncok közül a legkedveltebb ugye a Ziller Thaler, amivel zártuk a sort a műsorunkban. Az iskolások magyarországi német táncai után a Blumenkranz pedagógus kamarakórus énekei színesítették az estét. A mát megelőző kulturális műsort mindig meleg szívvel fogadják a vendégek, származásukat idézik fel ilyenkor. Hálásak a német önkormányzatnak, hogy évről évre megszervezik a hagyományőrző rendezvényt. Már jóval a múlt században születtem, és egy nagyon kimondottan Schwab faluba származom Baranyából, és hát én úgy gondolom, hogy ez nekünk fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy honnan jöttek az elődeink, és min mentek keresztül, és ezekre emlékezve jövünk össze, azt hiszem minden évben, vagy legalábbis próbálunk minden évben összejönni. A Schwab népviselet elmaradhatatlan kelléke a bálnak, amit a vendégek közül is többen magukra öltenek ilyenkor. A pári német nemzetiségi asszonykórus is ezt viselte. A Heimat Töne német nemzetiségi kórus harmonika kísérettel állt ki a közönség elé. Az énekeket követően pedig egy lakodalom elevenedett meg, nemzetiségi tánclépésekkel fűszerezve a német kéri német nemzetiségi tánccsoportnak köszönhetően, amiből az újasszony tánca sem maradt ki. Kulturális műsor pedig kellő töltettel szolgált ahhoz, hogy hajnalban nyúlóan mulassanak Tamásiban a Schwab bál résztvevői.